Svédasztalos kiszolgálás, modern, megújult környezet, egészséges ételek. Ez fogadja zombán az általános iskola tanulóit. Mindez pályázati keretből közel 25 millió forintból tudta megvalósítani a település vezetősége, együttműködve a tagintézmény munkatársaival. 4,5 éven át tartó projekt zárásánál tartunk. A program neve Menő Menza. A feladat, a cél az volt, hogy az iskolásoknak is tetsző, kedves, de nagyon finom és egészséges ételeket szolgáljunk fel a program keretében, és a felszolgálás is megfelelő színvonalon történjen. Minden alkalommal svédasztalon szolgáltuk fel az ételeket, minden alkalommal mindig volt valami, ami egy kicsit különleges. Talán nagy-nagy pozitívunként említhetjük meg, hogy a gyerekek megtanulták a svédasztalos étkezésnek a kultúráját. Szépen ügyesen felállnak, vesznek maguknak, visszamennek, és kulturáltan folytatják az étkezést. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy törekedjünk a nulla ételhulladék elérésére. Tehát tanulja meg a gyermek, hogy annyit vesz el, amennyit jóízűen meg tud enni. Felállhat, szedhet még, de ami a tenyérjén van, azt szépen meg kell ennie. Ha látjuk azt, hogy bizonyos levesek nem nagyon fogynak, akkor nyilván azt a levest ilyen programokon nem kérjük. Most például leves helyett narancs van, aztán zöldség, nagyon finom zöldséges rizses hús főztek nekünk a szakácsnénik. Káposztasalátát kapnak még a gyerekek, választhatnak, hogy a káposztasaláta sárgarépával legyen, vagy uborkával. Italként pedig mellőzzük a cukros üdítőket, kizárólag limonádét szolgálunk fel most is, és a programok során mindegyikén tulajdonképpen. Nagy-nagy örömünkre szolgál, hogy a teljes étterem ebédlő meg tudott újulni. Nagyon szép új székeket tudtunk vásárolni, asztalokat, terítőket, tányérokat, evőeszközöket. Tehát teljesen felújult ebédlő várja a zombai diákokat. Reggel 7:30 kezdjük már, 10 óraikkal, óvodáknak, iskoláknak, és akkor utána, mihez ezt megcsináltuk, akkor kezdjük az ebéd főzését. Hát előzetesen egyeztettünk, hogy mi legyen ezeken a napokon. Nyilván olyan dolgokat főztünk, amit nagyon szeretnek a gyerekek. Csirke mellett nagyon szeretik natur, krumplipürével, ezt többféleképpen készítettük el, krumplipürét brokkolival színeztük, sárgarépával, hogy minél látványosabb is legyen, meg finomabb is, és egészséges. Pályázati pénzből az ebédlő bútorozata megújult. Emellett minden igényt kiszolgáló konyhai felszerelést vásároltak. 2018 tavasza óta pedig további 50 olyan programot szerveztek, ahol a gyerekek egészséges életmódra nevelése volt a cél. Az iskola igazgatója szerint már rég vártak egy ilyen lehetőségre. Több mint 2 éve folyik az önkormányzatnak ez a pályázata, amelyik Menü Menza néven fut, és hát évek óta várunk arra a lehetőségre, hogy megújítsuk az éttermünket, és hát most ez a pályázat lehetőséget adott nekünk arra, hogy új asztalokat, székeket, étkező eszközöket kaphassunk. A gyerekek ez alatt a pályázat alatt nagyon sok olyan étellel ismerkedtek meg, amivel otthon nem ismerkedhettek meg, és hát az egészséges étkezésnek az alapjait megkapták itt ez alatt a 2 év alatt. Természetesen minden újnak vannak követői, és vannak olyanok, akik ellenállnak ennek. Nekünk az a feladatunk, hogy bemutassuk az újat, és lehetőséget adjunk arra, hogy megismerkedjenek ezzel, akkor is, ha otthon ezt nem követik. Reméljük, hogy sokan lesznek, akik folytatják majd otthon is ezeket az egészséges étkeknek a beszerzését. A zombai általános iskolában több mint 200 diák étkezik naponta.